egy anyukának kötelessége világra hozni a gyereket. Neked, neked nincs jogod megszületni! Te a háború gyermeke vagy! Neked nincsenek szüleim, te az irtózatból születtél! Az iszony gyermeke vagy! Tudod mit? Ha nem hozol a világra, akkor sikítok! Amikor szülési szabadságon voltam, akkor jöttem vissza, és ez volt az első darab, amit csináltunk. És nagyon megrázó élmény volt számomra először is olvasni a darabot, hiszen így négy gyerekes anyaként pont ez az, ami engem ugyan teljes mértékben kitölt, és akkor volt egy ilyen kemény téma, ami pont az anyaságról, vagy a egy olyan körülmények között fogant gyermekekről szól, ami minden anyát biztosan mondjuk, hogy felkavar. Úgyhogy első olvasatra sírtam is egy kicsit, aztán ugye a próba folyamat alatt azért úgy magamévá tettem a történetet, és valamilyen szinten kicsit el tudtam határolódni. De muszáj volt ezt a határvonalat megtartsam, hogy ne olvadjon össze a kettő. Nem az amerikai bűntudat egyik különleges képviselője vagy! Te egy őrült vagy! Nekem ez volt egyrészt az első közszínházi produkcióm is, és ilyen jellegű feladatot is most kaptam először. Tehát többnyire főiskolán is, és utána is minden projektben többnyire komikusabb szerepeket kaptam. Szóval tényleg így több szempontból nagy kihívás volt, de nagyon-nagyon jól éreztem magam közben, a próba folyamat közben is. Úgy éreztem, hogy egy teljesen új dolgot kell kihozzak magamból. És személyesen is nagyon fontos nekem ez az egész, úgy tematikájában, mint az előadás, meg ez a két nő, aki benne van. Szerintem nagyon fontos kérdéseket boncolgat, nagyon aktuális, és akár olyan aspektusokat is behoz, amikről lehet, hogy nem beszélünk eleget, és ilyen szempontból fontosnak tartom nekem is, és úgy amúgy is az embereknek, hogy lássák és hallják. Mert nem kérem a bocsánatod. Mert én vagyok az, aki nem tudok neked megbocsátani. És ne legyen meg a te akaratod! Mert a te akaratodat megölték! Két alapvető elv, a vallási tradicionalizmus és a humanista racionalizmus szembenállásának nevezném. Vagy ahogy egy Berega kollégám egyszer viccesen megjegyezte, két erő küzd egymással, Allah és a Coca-Cola. Az iráni probléma mégis valahogy hozzánk, erdélyi magyarokhoz, vagy kelet-európaiakhoz is nagyon közel áll. Miért választották ezt az előadást akkor, amikor ezt repertoárra tűzték? Pont emiatt, mert hogy ennyire közel áll, és nem csak a miénk, hanem egész Európa problémája, igazából a nyugati civilizáció problémája, amelyből a spiritualitás kihaló félben van, és ugyanakkor még rendelkezik azonban azokkal a vívmányokkal, ami a demokráciát jelenti, és amely nélkül tulajdonképpen nincs 20. és 21. század, értelmes 20-21. század. Tehát egy ambivalenciáról van szó, hogy a demokrácia és a spiritualitás hogyan tud összekapcsolódni, hogyan tud egymás mellett megférni. És ez egy folyamatos konfliktus forrást jelent. És ezt járja körül ez az orosz szerző, aki szerintem az elmúlt 20-25 évben az egyik legfontosabb szerző, és lehetővé teszi, hogy gondolkodjunk a saját dolgainkról. Elmondhatjuk, hogy igazából egy tényleg egy forma bontó előadás, és nem egy konvencionális színházi előadás. Óriási kihívás volt ez a színházunk számára is, már a maga darabválasztás, és nyilván a színészeknek is, ha belegondolunk abba, hogy igazából ebben az előadásban nincs lehetőség a maszk használatára, tehát voltak éppen eszköztelenül 20 percen keresztül, egy adott monológon keresztül meg kell győzni az adott színész a saját szereplőjének az igazáról a közönséget, vagyis a konferenciának az embereit. Szóval ilyen szempontból tényleg óriási kihívás volt, és hatalmas munka van benne. Hát az egyáltalán nem sértő, hogy az embert muszlimnak tartják, még akkor sem, éppenséggel nem az.
hiszen Zenó, én nem azt akartam mondani, hogy sérti azt, ha valakit muszlimnak tartanak, hanem mert elhittem az őről szóló pletykákat, én nem azért kértem elnézést, mert én muszlimnak tekintettem, hanem elhittem a pletykákat. Tehát a pletykákért kérek elnézést, nem azért, mert én muszlimnak gondoltam és neveztem.